Szajolban még nem volt bölcsőde. Az utóbbi években viszont sok fiatal költözött a településre. Ez is indokolja, hogy a legkisebbek ellátásáról helyben gondoskodjanak. Tervezés megtörtént, és közbeszerzési kiírás alatt vagyunk most, tehát most adhatják be a vállalkozók az ajánlatot, és akkor el fogjuk bírálni. Ez egy durván bruttó 300 millió forintos beruházás, két csoportszobás bölcsödét szeretnénk megépíteni. Szajóban még nem volt bölcsöde, tehát nem volt mit felújítani, meg nem volt mit bővíteni, ezért most bele kellett vágni. A település új intézménye egy jó ideje használaton kívül lévő iskolaépület helyén épül majd fel. A régóta üresen álló házhoz tartozó elhanyagolt telket a faluhoz adta rendbe. A beruházás megvalósítására az önkormányzat tavaly nyújtott be pályázatot, és nyert is erre a célra. Nyertünk ugye durván bruttó 300 millió forintot, és ebből kellene megvalósítani, de hát természetesen, amit mondtam, hogy menet közben, ezt ugye tavaly nyertük meg, elkészítették a terveket, most kiírtuk, most jönnek a kivitelezőknek az ajánlatai, de tudjuk, hogy már azzal, hogy évet váltottunk, már az építőiparban is 10-20-15% vagy 12% mindig elmozdul a drágulás irányába, vagy ne beszéljünk az üzemanyag áráról, és azt ők nyilván nyomon követik abba, hogy szállítás, minden egyéb, és akkor ők már nyilván olyan ajánlatot fognak adni, ami nem biztos, hogy passzol a megnyert összeggel. A településnek a járványhelyzet miatt jelentősen csökkent az adóbevétele, ami szűkösre szabja az idei költségvetést. Azt még nem lehet tudni, hogy a kormány milyen mértékben kompenzálja majd a településeket. Ezért a 2021-es helyi büdzsé végleges számait majd csak azt követően lehet megmondani.